várják az első fecskéket. Elkészültek a kerület új fecske lakásai. Újabb prevenciós eszköz a Rákos úton. Átadták a mammográfiai készüléket. Megújult a főtér. Új pavilonsor átadásával fejeződött be a rekonstrukció. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ahogy azt a felvezetőnkben is hallhatták. Ma a felújításoké lesz a főszerep. Köszöntöm a stúdiónkba Cserdi német Angéla polgármesterasszony. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a kedves nézőket is. Nagyon sűrű hét Eleje van már itt mögöttünk, hiszen a hétfő keddi és szerdai napon is elkészültek olyan beruházások, amelyekre mondhatjuk azt, hogy hónapok óta vártak már a kerületben élők, úgyhogy haladjunk is időrendben. Hétfőn átadásra kerültek azok a fecskelakások, amelyekre ugye mostantól lehet pályázni. Erről egy picit beszéltünk már korábban, de mit lehet pontosan tudni a paraméterekről, kiket és hány lakásra várnak ebben a pályázatban. Drégévár utca 6 szám alatti házban kialakítottunk négy darab lakást, 35 négyzetméteres lakásokat, és valóban azokat a fiatalokat várjuk ide lakni, akiknek a jövedelme, az egyfőreső jövedelme minimum 280 ezer forint ez a piaci kettes lakbérkategóriánk. Lehet mondani, hogy sok, lehet mondani, hogy kevés ez a jövedelem. Én úgy gondolom, hogy ezek a lakások olyan szépen lettek felújítva és kialakítva, és valóban azért, hogy el tudjanak indulni majd a fiatalok innen ezekből a lakásokból, a nagybetűs életbe és talán saját lakást tudjanak majd venni, hogy egy picit lehet spórolni, előtakarékoskodni, és valóban erről beszéltünk a múltkor, hogy a piaci pályázat ugye június 3-án indult, és július 8-áig adható be a pályázat. Fiatal párokat várunk elsősorban pályázóként, vagy maximum egy gyerekkel. Ha egyedül van valaki, az sajnáljuk, de ebből a pályázatból ő most kimarad. Valahol meg kellett húznunk a határokat. Ugye négy lakásról beszélünk itt a Régelyvár utca 6-ban, illetve további öt lakásról lehet pályázni Veselény utca 1 szám alatt. Itt majd lesz megtekintési lehetőség azoknak, akik pályáznának. Ez is felújított lakás lesz egyébként a Veselényiben is. Nem biztos, hogy ennyire modern és komfortos, mint. Komfortosnak, komfortos, bocsánat, összkomfortos lakásokról beszélünk. Nem biztos, hogy ennyire modern, mint amennyire itt a régei várhatban láttuk. Szeretnénk valahol elindulni ezekkel a fiatal párokkal, hogy, hogy ők tudjanak utána lépni egy nagyot. Ugye régen építették a szobabérlők házát a Kőrakás parkban, annó ez is arra készült, hogy akkor addig, amíg ott laknak a szobabérlők házában a lakók, 70-es, 80-as évekről beszélünk, akkor ők tudnak spórolni, előtt akarékoskodni, akkor még nem így hívták, és akkor majd tudnak saját lakásba menni, vagy, vagy esetleg akkor még talácsi lakásba menni. Ennek a mintájára próbáltuk meg kialakítani ezt a lakást. Úgyhogy a piaci pályázatunk, piaci kettes pályázatunk elindult, Várunk mindenkit szeretettel, és mindenkit szeretnék, vagy mindenkinek a kételjeit szeretném eloszlatni, hogy nem valakinek Újítottuk föl ezeket a lakásokat, vagy alakítottuk ki ezeket a lakásokat, hanem valóban a pályázókat várjuk, mint ahogy minden pályázatunk, lakáspályázatunk legyen az szociális, legyen az költségelvű, vagy legyen az piaci, mindegyik tiszta lapokkal indul mindenki, beadja a pályázati adatlapot, és akkor a bizottság, a héttagú bizottság egyébként elbírálja a pályázatokat, illetve megnézi a szükséges elemeket, hogy megvan-e minden. Én nagyon remélem, hogy sokan fognak jelentkezni, ugyan négy lakásról, négy plusz öt lakásról beszélünk, ebben a pályázatban. Biztos, hogy túl jelentkezés lesz. Én azt kérem mindenkitől, hogy figyelmesen olvassa a pályázati kiírást, a bpxv.hu honlapon megtalálható, és adja be rendesen kitöltve az adatlapot, illetve csatolja a szükséges mellékleteket, és akkor a rangsort tudja felállítani majd a bizottság, hogy kik azok a pontrendszer alapján. Egyébként azt is ki tudják számolni, hogy hány pontot kapnak majd, hogyha ha érvényes a pályázatuk. pontrendszer alapján kialakítja az első, második, harmadik helyezettet, és hát akkor nagyon remélem, hogy szeptember közepén bérlőre találnak ezek a lakások. Tehát nem valakiknek fújtottuk föl név szerint, hanem azoknak, akik majd most pályáznak. És meglátjuk majd, hogy ezen lakások bérleti jogát kinyeri el. Ugye ennek a műsornak azért vannak időbeli korlátai, így részletesen nem tudtunk belemenni abba, hogy pontosan milyen feltételekkel pályázhatnak a, azok, akik ezekre a lakásokra igényt tartanának. Viszont a Hírtükör című műsorunkban jövő héten részletesen beszámolunk ezekről a feltételekről, úgyhogy érdemes lesz ott is figyelni azt a kis segítségnyújtást, amit a kitöltéshez adunk majd. És hát megyünk tovább időbe, kedden a Rákos úti szakrendelőben, a Vaslászló Egészségügyi Intézményben került sor ismét egy újabb beruházásnak, eszközbeszerzésnek a úgymond befejezésére, átadására? Tavaly év végén, amikor főigazgató egészségügyi intézményünk főigazgató asszonyával a költségvetés egyeztetést tartottuk, akkor felmerült az, hogy egy mammográfiai készüléket kellene beszereznünk az egészségügyi intézményünkben azt mindenki tudja, hogy nagyon fontos a megelőzés minden tekintetben, akár az emlőráknál, akár bármilyen daganatos elváltozásnál. Ugye beszereztük a ciklus elején a CT berendezést 2019-20-ban, be is üzemeltük, nagyon jól működik, és a mammográfiai készülék beszerzése pedig egy következő lépés, és még azért vannak tervek, tehát szeretnének egy MRI gépet szerezni, vagy beszerezni az egészségügyi intézménybe, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenkinek, hogy ez a mammográfiai gép idebe került az egészségügyi intézményünkbe. Ez egy bruttó 80 millió forintos beruházás volt a gépestől, a kialakításostól mindenestől. Amit még nagyon szeretnénk hozzá, az az orvos mert azért azt be kell lássuk, hogy egy orvos lesz, aki egyelőre tudja majd az engedélyek beszerzése után ezt a vizsgálatot elvégezni, dr. Szabó Zsófia főorvosasszony, aki egyébként nagyon lelkiismeretesen, ultrahangos orvosként is, és majd a mammográfiai vizsgálatokat is ő végzi, de szeretnénk mellé természetesen egy másik orvost is találni. Nagyon nehéz, pont főorvosasszonynal beszélgettük az átadón, hogy hogy nagyon nehéz olyan fiatal találni, vagy talán nem is biztos, hogy fiatalt keresünk, aki bejön, elvégzi a vizsgálatot, és utána ő azt elemzi is. Tehát ezt nem lehet távleletezéssel megcsinálni. Nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem nyilván orvosokkal beszéltünk, hogy melyek azok a vizsgálatok, amiket távleletezéssel lehet diagnosztizálni, betegséget esetleg, vagy, vagy megalapítani bármit. Na, az a mammográfiai készülék ez erre nem jó. Viszont mostanában azért az orvosok, akik ilyen szakterületen végeztek, ők szeretnék, szeretnének otthonról távleletezéssel diagnosztizálni, ezt nem lehet, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha jönne orvos ebbe a kerületbe is, mint ahogy egyébként máshova is, mert nem csak mi küzdünk ezzel is, erről is nagyon sokat beszéltünk már ebben a műsorban, nem csak mi küzdünk azzal, hogy orvos hiány van az országban, Úgyhogy egy hónapon belül beüzemelésre kerül ez a mammográfiai készülék. Remélem, hogy addigra orvost is tudunk hát varázsolni. Gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy varázsolni mellé. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen beruházás nagyon fontos a kerületiek egészsége szempontjából, és ott pont főorvos azt, hogy mondtam, mert mondtam a, az átadón, hogy lehet mondani, hogy kampányberuházás, meg kampány eszközbeszerzés, meg nem tudom én micsoda, én úgy gondolom, hogy az egészségünk az nem kampányfüggő hanem hogyha bármikor egy életet meg tudunk menteni, és meg tudjuk előzni azt, hogy, hogy komolyabb baj legyen belőle, akkor mindent meg kell tenni ennek érdekében. És főigazgatóasszonynal is beszéltünk, hogy a 45 és 65 év közötti nőknek két évente kötelező a mammográfiai szűrés, ehhez képest a tavalyi év statisztikája az, hogy 35%-uk ment el szűrésre. És ha egyébként valami elváltozást talál, akkor nem két éven belül, hanem két héten belül kellene eljutni a vizsgálatra. Én nagyon remélem, hogy, hogy ezt a kerületben meg tudjuk ugrani majd a nyár közepétől, tehát július elejétől, és minél többen igénybe veszik ezt a, hát idézéljelben mondom, szolgáltatást vagy szűrő vizsgálatot. Nagyon fontos az, hogy hogy a megelőzésre tudjunk koncentrálni, és ha esetleg valakinél valamilyen rendellenességet találnak, akkor a beteg élet útba rögtön be is tud avaszkozni az egészségügyi intézményünk, és tudja tovább irányítani a, a megfelelő helyre a betegeket. Ugye túl azon, hogy beszéltünk arról korábban is, hogy egyrészt a kerület vezetése is fontosnak tartja azt, hogy a szakrendelő minél több szakterületet lefedve tudja a kerületiek egészségét megóvni, illetve ugye nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Azért az elmúlt években szó volt arról is, hogy pont az országos orvos hiány az, ami többek között egy kicsit presszionálja a vezetést abba az irányba, hogy egyéb beruházások is történjenek, hiszen ugye ha visszanézünk két-három évvel ezelőtt, ugye az Uzsoki kórházban szűnt meg például az a fajta diagnosztika, a, amikor a genetikai ultrahangvizsgálatokat ellátják, és majd, ha jól emlékszem, akkor azóta például a szakrendelő látja el ezt a feladatot, és ahhoz is vásároltak ultrahanggépet, Tehát, hogy, hogy ez a fajta nyomás, ez az egészség ugyanis egyre nagyobb, és önökön is egyre nagyobb, hiszen a kerületi lakosokat valahol meg kell vizsgálni, ha az eddigi helyeken nem működik, akkor praktikus, hogy ezt itt helyben tudják elvégezni, ha, ha máshol nem megy. Nagyon szeretnénk azt, hogy minél közelebb legyen a lakossághoz a szűrővizsgálat, a bármilyen vizsgálat, ne szűrővizsgálatnak hívjuk mondjuk akkor az ultrahangvizsgálatok. Én az uzsoki kórházról nem szeretnék beszélni, mert ahogy hallottam, nagyon nagy a káosz az állami egészségügyi intézményrendszerben, főleg a kórházakban. Tehát, hogy a kerületi lakosok a, nem tudom én hány vizsgálatot, a nem tudom-hány kórházban, ő találják meg, és az egyikkel az uzsokiba kell menni, a másikkal a honvédbe, a harmadikra a kerepes tehát valami egészen elképesztő, hogy egyébként ha beteg valaki, akkor ki kell googliznia, hogy ő éppen melyik kórházba tartozik. Ebbe szerintem inkább nem menjünk bele. Tehát ezért is szeretnénk az, hogy minél közelebb legyenek ezek a vizsgálatok a, a kerületi lakosokhoz. Ehhez természetesen orvos kell, és ahogy az állami rendszerben nincsen orvos, így a kerületi szakrendelőkben sem mindenhol van orvos minden szakterületen, holott azért azt is elmondtuk már többször, hogy lakást tudunk biztosítani a szolgálati idejükre. Az orvosok bérét most már azért megemelték, amennyire meg lehetett. Most idén egyébként ebben a fél évben az ápolók is, a szakdolgozók is, illetve az orvosok is kapnak jutalmat az önkormányzattól, tehát én nem gondolom, hogy a, a mi szakrendelünkben, lenne nagyon rossz, lennének nagyon rosszak a feltételek ahhoz, hogy idejöjjenek az orvosok. Én nagyon remélem, hogy hogy tényleg meg tudjuk ezt ugrani, hogy, hogy, hogy legyenek orvosok ebben a szakrendelőben is, és amellett természetesen, hogy még mindig lóg a levegőbe, hogy a szakrendelők maradnak-e önkormányzati fenntartásban ugye a választások előtt nem jelentették be, hogy aztán majd nem tudom én június 10-én vagy, vagy év végével azt mondják, hogy a szakrendelőket is államosítják, amit egyébként nagyon nem szeretnék, mert láttuk, hogy az államosítás mihez vezet, lást klik, tehát a tankerületek azok valami elképesztően Elszakadtak a, a kerületi lakosoktól mindenhol, nem csak ebben a kerületben. Szóval ettől függetlenül mi úgy tervezzük a költségvetésünket, hogy valamilyen fejlesztést mindig be tudunk tenni egy-egy gépbeszerzésre, vagy egy-egy felújításra az egészségügyi intézményünkbe. Ebben főigazgató asszony ő nagyon nagy partner, és köszönet neki is, illetve a kollégáinak, hogy ebben segít. Nyilván nem mi fogjuk itt a városvezetésben megmondani, hogy milyen gépre van szükség, ezt ők tudják. Én szerintem nagyon bízhatunk az ő szakértelmükben, szaktudásukban, és ők is mindent megtesznek azért, hogy a betegek, illetve akik még nem betegek, hanem csak esetleg mondjuk szűrővizsgálatra mennek, akkor minél hamarabb be tudjanak jutni a szakrendelőbe, vagy adott esetben mondjuk egy, egy szakrendelésre. És akkor időrendben van még egy témánk, hiszen szerdán is történt egy átadó. Azt már láthattuk korábban, hogy a főtér megújulásának egy szakasza lezárult, egy nagyon szép szökőkút lett átadva, és most ugye jött a jó idő, nagyon-nagyon sokan a gyerekek közül kielvezik azt a kis vízjátékot, amit ott találhatnak, viszont szerdán a másik lezárt terület is átadásra került, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egészen új arculatot kapott így a főtér. Valóban szerdán átadásra került a főtér, megújult, újabb megújult része a, a buszmegálló felőli, Nyírpalota utcai buszmegálló felőli része. Három pavilon egységet adtunk át, amikbe az elengedélyek megszerzése után a régi, régi új tulajdonosok, illetve a tulajdonosok a az önkormányzat, a régi új bérlők tudnak majd beköltözni. Kifejezetten az volt a szándékunk, amikor tárgyaltunk a régi új bérlőkkel, hogy alkoholfogyasztás ne legyen ezen a területen. Nagyon sok panasz érkezett erről a területről, hogy hogy rengeteget fogyasztanak a közterületen alkoholt, úgyhogy olyan bérlőkkel kötünk szerződést a jövőben, akik nem árusítanak alkoholt. Marad ott egyébként két olyan bérlő, aki korábban is volt, és nagyon sikeres voltam az üzlete, én nagyon remélem, hogy az egyedülálló pavilon is majd bérlőre talál, aki szintén nem árusíthat alkoholt, mert egyébként nem adjuk neki bérbe a, a, a pavilon részt, és megújult körülötte a, a térkő is, megújult körülötte az egész terület. A zöld fűre még egy picit várni kell, annak van egy időszaka, amire kinő azért ott a munkálatok során, eléggé megtépázták a, a zöld felületet a munkagépek én úgy gondolom, hogy a nyár folyamán ez, ez biztosan helyreáll szépen. Egyébként kinyílt a főtér, én úgy gondolom, tehát leszáll az ember a buszról, a, a hetes buszcsalád, most már nem így hívják őket, mert mindenféle van, 8-től 133-asig, de én csak hetes buszcsaládnak hívom őket. Szóval leszáll az ember a buszról, és, és tényleg egy, egy, egy megnyílt, egy, egy átlátható területet lát. Én nagyon remélem, hogy az a korábbi, nem azt mondom, hogy közbiztonsági szempontból agályos, zárójel néha volt ilyen, de, de hogy, hogy közterületi tisztaság szempontjából egy átlátható területet kaptunk, szerintem ez nagyon jó. És érkezett már, ugye kb. három hete adtuk át a, a érkezett már bejelentés, hogy este 10 óra magasságában, ugye 10 órakor lezár egyébként a szökőkút, ugye akkor már nagyon hangos a szökőkútnak a visszacsapódása, a víz visszacsapódása, úgyhogy ezt visszavettük, és fél tízig megy a magas sávba a szökőkút, és utána egy picit lejjebb vettük, ugye lehet állítani, hogy hogy legyen beállítva a szökőkútnak a magassága is, a csobogása, meg mindent lehet állítani, színes szagos, mondanám a szökőkút. Úgyhogy érkezett lakossági bejelentés, ezt orvosoltuk, én nagyon remélem, hogy mindenki megelégedésére. És valóban a szerdai átadón is azért lehetett látni, hogy a gyerekek a rollerrel is, nagyon jó idő volt egyébként, és rollerral mentek át a szökőkúton, tehát azért a vizes pólóverseny sokan megrendezik ott a kisgyerekeknél, és én szerintem nem lesz az, ami az előző szökök útban volt, hogy ott fürdenek, vagy nem tudom én, ott végzik el a dolgokat. Egyrészt mi is tudunk ezért tenni, akik ott járunk, hogy szólunk, hogy nem a közfürdő funkcióját látja el ez a szökök út, hanem az, hogy tényleg egy, egy üdes színfoltja legyen a, a főtérnek. Én szerintem a gyerekeken kívül ott nem fürdik idézőjelben, mondom a fürdiket senki, úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy másnak is örömet okoz ez az, hogy a főteret így át tudtuk adni, és ilyen szép környezetben vagyunk most már. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és jövő héten majd a választási eredményeket fogjuk értékelni, úgyhogy majd akkor Meglátjuk, hogy milyen jellegű témákkal érkezünk. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást, és arra buzdítok mindenkit, hogy június 9-én menjen el választani abba a szavazókörbe, amit a választási értesítőn kapott. Mi is csak erre tudjuk buzdítani önöket, hogy június 9-én éljenek a lehetőséggel, és menjenek el szavazni. Mi pedig a jövő héten ismét várjuk önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!